Ó, csodálatos 60-as évek, amikor Európa táncparkettjeit a Let Kiss vidám kísértete járta be, s járta a förgeteges táncot Szent Patrik purgatóriumától az Uralig minden élő. Én meg Európa szovjet fertáját jártam, szemléztem, tanulmányoztam. Akkoriban ugyanis mittel Európából az írókat nem Párizsba, hanem a szovjet kazak Aktyubinszba küldték tanulmányútra. Na de nekem ez egyszer mázlim volt. A csehszlovák éppen reformálódó író szövetség néhány kitűnő cseh kollégám társaságában az észtekhez Tallinnba küldött a szocialista realizmusban kupálódni. A naptár 1962 szilveszterét mutatta. A Prága melletti Liblicén Edward Goldstückerék már szervezték a Franz Kafka nevű exuláns író jelképes hazatértét. Én meg az észtek fővárosának egyik viszonylag elegáns szállójában önszerveződtem egy Linda névre hallgató szőke észt honleánnyal. Körülöttünk zengett a dajdaj, oroszul, csehül, reménykedtünk új esztendőben. Aztán roptuk, igen, a Let Kiss-t, hosszú sorban kígyózott, rángott a reform tánca. Hátulról egy kopasz, Hruscsov formájú bábuska fogta a derekamat, én meg az előttem ficánkoló Lindám csípejét, rémlik a Kalevi poékban is van egy Linda, és mikor a sor elején a vezértáncos egy asztal alá bukott, intve, hogy a sor is kövesse, mi is egy asztal alá hanyatlottunk. Ó, csodálatos 60-as évek ott a tallini asztal alatt. Szusszanás után a földig érő asztalterítő jótékony homályában, miután az asztalról egy üveg bort is sikerült lecsempésznünk, kezdtük magunkat egyre lakályosabban érezni. Linda elmondta, hogy a Let Kiss tulajdonképpen egy finn néptánc. A Let Kiss annyit jelent, hadd csókoljalak meg. Lőn. Én meg arról extemporáltam neki kis előadást, hogy az oroszok a nagymúltú finnugor népet pontosan úgy írtották ki, akár a spanyol konkvisztádorok az indiánokat, s mi, a dicső észt és magyar nép töredékei itt a tallini asztal alatt tulajdonképpen egy hajdani fényes civilizáció utolsó mohikányai vagyunk. És ebben a pazar narratívában még inkább összeborultunk. Ott az elegáns tallini szálló asztala alatt 1962 szilveszterének éjszakáján.